Rajongó, szorító, mert szombat van, és ez itt a szorító Magyarország első heti rendszerességgel jelentkező pankrációs podcast. Bárki és a doktor minden héten a pankráció függő világában. A szorító szombat ezennel indul! Szorító podcast, ismét visszatértünk egy hétközi kiadására Magyarország egyetlen heti rendszerességgel kétszer jelentkező pankrációs podcastjének. Én a doktor vagyok, és itt ül mellettem Bártfi. Sziasztok, így van, megjött a szerdai szorító, azaz a szorító szerda, akárcsak a régi időkben, igaz, hogy nem 3:30, hanem 6 órakor, de mindegy. Vagy amikor nektek tetszik. Így van, ami a legnagyobb erőssége a podcastnek, de elmondom, hogy mivel fogunk ma foglalkozni, ha már múltkor itt belengedtem, meg láttátok a grafikákat a Facebookon. Így van, Austin karrierén fogunk először is végigrobogni a texasi csörgőkígyó, a legnagyobb sztár a wrestling történetében, a legkeményebb kurafi, akit hordott a hátán a föld, és még sorolhatnánk a jelzőket, majd fogjuk a kevésbé emlékezetes jelzőket is sorolni, amik a karrieri első felében voltak, amik mindig viccesek. Utána pedig jön egy you didn't know, ami mindig furcsa és mindig vicces, és mindig olyan történet mesélünk el, ami a magyar átlag pankráció nézőnek nem mindig ismert, vagy csak hallott róla egy ilyen elvejtett pletykákat. És az utolsó szegmensben pedig az elmúlt 5 év, de talán 10 év legjobb pankrációs mérkőzését fogjuk nektek kielemezni, elmesélni és a háttérsztoriát elmesélni. Sokak köztetek bizony már láthatták ezt valós időben, sokan pedig csak hallottak róla. Ez pedig a 2011-es Money in the Banken, a Cena versus CM Punk, amin ugye szépen... Ami többek között a te kedvenc mérkőzésed. Így van. A 101 meccs, amit látnod kell, sorozatba kerül majd, és természetesen a mérkőzés körítéséről, előzményéről és utóéletéről is bőven fogunk beszélni nektek. Így van, de a múlt heti podcasttel kapcsolatban kaptunk egy kérdést, amit már ugye beszélgettünk, hogy beszélni fogunk ebben az adásban, és meg is kérdeztétek tőlünk Ask.fm-en, mégpedig azt, hogy Brian megérdemli-e a Hall of Fame tagot, tagságot, és még valaki azt is hozzá kommentelt egy másik helyen, hogy ha Brian megérdemli a Hall of Fame tagságot, akkor mindenki megérdemelni, aki a WWE-ben birkózott. A rövid válasz az, hogy Brian abszolút megérdemli, és amit 3 hete mondunk nektek, az pedig az indoklás lesz, hogy miért is. Azért, mert az a srác megváltoztatta az egész bizniszt. Én megértem, hogy Daniel Bryan nem az, amit mondjuk egy átlag pankráció rajongó, aki belecsöppent ebben az Eurosport korszakba, vagy akár még a Viasat korszak elején, úgy látna, mint mondjuk Cenát, Ortont, vagy a nagyobb, izmosabb, beszéd és szórakoztatóipar központúbb figurák egyikét. De pontosan az a lényeg, hogy ő mennyire más volt, mint ezek, és hogy milyen magasra jutott annak ellenére, hogy mindennek kinézett, csak nem egy mainstream szupersztárnak. Erről egyébként néhány hete beszéltünk a Srác a szomszédban című adásunkban bővebben is, hallgassátok vissza egyébként, hogyha gondoljátok, ott minden elhangzik a témáról. Így van, szóval Brian 1000%-kal megérdemli a Hall of Famer tagságot, és valószínűleg nem is fognak sokat várni vele, bár mondjuk Austinnal is azért elég sokat vártak, miután azért visszavonult. Jó, ez mindig a dolog válogatja. Most, hogyha egyébként úgy veszed, Austin 2003-ban vonult vissza. Tudod, mikor hozták vissza a Hall of Fame-et? 2004-ben. Tehát eléggé föl kellett azt tölteni, Hogan 2005-be került jó, be. Persze, igen. Szóval ugye Brian megérdemli, és valószínűleg tényleg én mind a ketten azon az állásponton vagyunk, amikor még a felvételt csináljuk, nem derült ki, hogy azóta berakták a Hall of Fame-be, hogy ugye Brian valószínűleg a jövő évi osztálynak a legnagyobb neve lesz, legalábbis a modern írás pankrátorok közül. És abszolút ott van a helye. Igen, mindenképpen. Mivel máshol kezdhetnénk ezt a szegmens, mint a jó ablaktöréssel, ami minden pankráció rajongó vérnyomását fölnyomja az egekbe.
Szóval egy olyan szupersztárról fogunk beszélni, akit szerintem mindenki ismer, de nem igazán ismer, igazán, mert azért a mi korszakunkon már, mint az Eurosport és a Viaszatos generáció korszakán, sőt, akár a doktori korszakán is kívül esik, hogy az Attitude legnagyobb sztárja, Stone Cold Steve Austin az egyik főszereplőnk ma. Az az ember, akire Vince McMahon azt mondta, hogy a legtöbb pénzt felhajtó pankrátora birkózás történetében, a legnagyobb draw, ahogyan szakszóval mondani szokás. Amit egyébként Austin azóta is rendszeresen szeret emlegetni, a másért nem is, csak azért, hogy Hulk Hogan óra alá dörgölje. Igen, mert ők ugye nem csipázzák egymást, fogalmazzunk így. Nem úgy, mint Rock és Hogan, akik ugye ezért elég jó viszonyt ápolnak, de Hogan és Austin nem bírják egymást. Szerintem egyébként ma már annak a feudnak is többé, kevésbé vége van. Persze. Tehát az idő mindent meggyógyít. Mindent kivéve bizonyos dolgokat. Bár ugye San Martino és Hall of Famer, szóval tényleg mindent meggyógyít. Tényleg, ahogy mondtad, ez az üvegcsörömpölés és ez az első taktus, ez talán a legismertebb nyitó része bármely pankrátor zenéjének, ami mindenkit kiugraszt a gatyájából, a székéből. És ezt, éveken keresztül 6-7-8-9 millió ember követte nyomon minden hétfő este az Egyesült Államokban. Így van, de hát Austin sem innen indult, ugye egy texasi kisvárosban Ednában született, akit ugye az apját nem is ismerte, mert ugye a születése után előtt ugye elhagyta a környéken, elhagyta őket, és egy country zenészhez ment hozzá végül az anyja, aki a Austin bevallása szerint minden idők legjobb apukája, és akitől rengeteget tanult. Igazából már csak azért is minden idők legjobb apukája lehet, hogy sikerült a kölyköket életben tartania. Igen, jól kezdődik a sztori. Ugye a kis Steve Austin 12 évesen mit is kaphatna karácsonyra ajándéknak, mint ugye Texas államban, mint egy 12 kaliberes shotgun-t. És ugye hát hallottak valami zajt az éjszaka közepén, Austin erre kikapta a falról a shotgun-t, majd szépen fölemelve tartotta, hogy azt illik, és le akarta tesztelni, hogy megvan-e töltve. Ezt olyan elmisel, hogy meghúzta a ravaszt. Így van, és állítólag egy hatalmas méretű lyukat lőtt a falba, ami fölötte volt. Még szerencse, hogy nem előre célzott, mert éppen a testvére ment előtte. Az olyan sztorikról nem is beszélve, mint amikor kiugrott a pajta emeleti ablakából, mert meglátott egy csörgőkígyót. Igen, amit a mai napig az a nevelőapja emleget, hogy a Texas Rattlesnake jobban fél a csörgőkígyótól, mint a világ minden dolgától. De ezért is lett ő a csörgőkígyó később, hogyha már a nevek szóba kerültek korábban, hogy be fogjuk őket harangozni. Vagy a másik kedves sztorim a többi Williams fiút illetően, mert ugye a mostóapja a nevére vette az új feleségének a három gyerekét, és aztán született még két gyerekük abban a kapcsolatban. Az egyik az aztán valamikor futóhomokba is belekeveredett, és a Austinék, és a kisöcsük húzta ki őket egy horgászbotban, jó emlékszem. Igen, csak Austin írja a könyvben, hogy Texasban nem láttam még soha futóhomokat ezen kívül, és akkor is sikerült belelépnünk. Szóval, ahogy mindig mondjuk, a wrestling szakmában mindenki egy loser, Austin is az. Austin a Big Show-val folytatott podcastjében ezt most konkrétan elmondta, hogy gyerekként egy nagyon félénk fiú volt. Igen, állítólag egyébként sokat piszkálták a high schoolban, meg minden, nem inkább előtte. És akkor elkezdett utána ugye sportolni, ugye az amerikai foci volt a mindene, és elkezdett ugye gyúrni, és hihetetlen gyorsan reagált rá ugye a szervezete, és akkor a végére ott tartottak, hogy a legnagyobb srác volt az osztályban. Amiért szintén elkezdték basztatni, csak utána aki basztatt, az fölkente a falra. Zenén is szeretett volna, de aztán a tesója lepofozta a fejéről a fejhallgatót, és ráordított, hogy hagyd abba, beszutyogsz. Így van, mert Kiszt énekelt, úgy, hogy rajta volt a fején a fejhallgató, nagyon hamisan, és... Egyel kezet foghatnak. Igen, mert egy is az. Meg Jericho is. Meg a fél roster szerintem. Na és akkor utána úgy gondolt, ha már az éneklés nem jött össze, akkor megpróbálok gitározni. Szóval kért egy gitárt a szüleitől, megvették a gitárt. Azt sem neki. Nem volt türelme megtanulni, ezért eladták a gitárt. És kitalált, hogy dobolni fog, de arra a szülei közötték vele, hogy azt lehet, de nem itt, kisfiam. Igen. Szóval, és akkor viszont jött egy szerelem, miközben ő is ugye kapcsolgatta a tévét, ugye az amerikaiaktól ezt már tudjuk, hogy mikor máskor, ugye meglátta azt hiszem a World Class Championship Wrestlingnek a tévéműsorát, ha jól emlékszem, és egyből beleszerelmesedett a bizniszbe, és ugye
ez akkor tájt volt, amikor egyetemre ment ilyen ugye sportösztöndíjjal, mint ugye amerikai futballista, a North Texas State University-re, ha jól emlékszem, nem tudom még benne. Amit biztos végül nem fejezett be egyébként, pedig nem sok kellett volna neki ahhoz, hogy diplomás igen ember legyen a jó Steve Austinból. Csak egy órára lakott a sportatóriumról, ugye ami Dallasnak a legnagyobb wrestling hallja, a legnagyobb wrestling csarnoka, ahol olyan nagy levek, mint a fonerikeket nézett, és minden héten ott voltak, úgyhogy gyakorlatilag péntek este a house show-n ott voltak, majd szombaton ott voltak egész nap a TV-tépingen, majd hétfőn megint ott voltak, ugye? Szóval... És ugye mivel Austin elkezdett természetesen dolgozni, mivel nem jött össze neki a főiskolai diploma, viszont rájött, hogy valamit azért kezdeni akar az életével. És ekkor jött be az a lehetőség, hogy wrestling oktatást hirdettek, amit egy gentleman, Chris Adams nevű pankrátor tartott, akiről azt kellett tudni, hogy minden volt, csak gentleman, azaz úriember nem. Tehát egy tipikus szélhámos figura volt. De volt szem a tehetségekhez. Így van, a mérkőzéseket úgy bókolta, hogy az előző felesége birkózott az aktuális feleségével. Ugye, ilyen azért a szakmában előfordul, de hát ezt már másnál is láttuk. Ő alapozta meg Austinnak a szakmai tudását, igaz, nem valami sikeresen fogalmazzuk úgy, mert a wrestling business rejtelmeiben nem vezette be, csak igen, azt tanította meg neki, hogy hogy kell megcsinálni bizonyos fogásokat, meg hogy kell bizonyos dobásokat kivitelezni. Mondjuk ez abban az időben nem volt különösebben szokatlan, tehát Shawn Michaels-el is ugyanez volt, amikor a mexikói edzője José Lothario kezei között palírozódott, de ugyanígy hát Ric Flair meg még korábban Vernéknél, hát... Tehát semmi. Semmi, ezt az első meccsetben tudtad meg, ezt így kell csinálni. Igen, tehát az akkori felfogás az az volt, hogy majd akkor tanulsz, hogyha tényleg elkezdesz birkózni. Hát ma már ezt képzeld el, mennyire elképzelhetett. Semmi, esélytelen, hogy ez így működjön. Jó, de hát nyilván akkor még nem is volt ilyen hozzáférés a biznisz belső titkaihoz. Akkor ismerned kellett valakit, aki ismer valakit, aki ismerős a valakinek, aki sétáltatja a kutyáját annak, hogy bekerülj a bizniszbe. Köszönöm szépen, hogy engem idézel. Nagyon megtisztelő. Emlékszem az ilyenekre, amiket mondasz. Na, viszont térjünk föl, és ugye Austin be is került az első meccsébe. Frogman LeBlanc volt az ellenfele, egy Cajun pankrátor, aki ilyen utazgató emberke volt, és Austin egy szavát nem ismert, értette a meccs közben, ez jobb ilyen szarrá verte. Kisútolta belőle a szart is gyakorlatilag, és akkor hátra ment ugye a backstage-be, és akkor mindenki nézett, hogy mi az Isten csinálsz. Ez előfordult azért még vele párszor a karrierje korai részében, hát Austin is ette azért az ilyen kis független birkózóknak a kenyerét, szavahihetőbb, meg kevésbé szavahihető promóterek között, akik közül az egyik kifizette, vagy nem fizette ki, Chris Adams inkább az utóbbi kategóriába tartozott, de rendszerint emlegette azt Austinnak, hogy de figyelj, beviszlek a WCW-be, beviszlek a WCW-ba, úgyhogy ezért figyelj már. És ugye Austin ebben az időszakban annyira rosszul állt, anyagilag, hogy egy hónapig tonhalan és krumplin, nyers, méghozzá nyers krumplin, igen, szóval fogyott állítólag 20 fontot, olyan szájra is lett, mint a fene. Ez ott hol volt? Természetesen Memphisben. Persze, hol máshol, ugye? A jó és Memphis Championship Wrestlingben. És igazából egy fontos állomása az ő korai karrierjének az volt, amikor elküldték őt, már nem tudom, hogy mi volt ez a teritorium, amit egy bizonyos Dutch Mantel irányított szervezőként. Lehet, Memphis volt. Az a Dutch Mantel, akit ugye bár a mai rajongók Zeb Colter néven ismerhetnek. Uncle Zeb forever. Annyira fontos állomás volt ez, hogy konkrétan Dutch Mantel adta neki a Steve Austin nevet. Tudnilik, ő a karrierje korai részében Steve Williamsként dolgozott, tehát az ő polgári nevén. Viszont ez egy Dr. Death nevű pankrátor neve is volt, aki szintén abban a műsorban szerepelt, ahova Austin került. És Mantel szólt neki, hogy hát figyelj, itt nem lehet Steve Williams, találják ki valamit. Háromszor eljátszották azt, hogy Austin nem talált ki semmit, és akkor Mantel azt mondta neki, hogy hát akkor honnan Steve Austin vagy? Leszel. Austinból. Akkor Steve Austin leszel. És így lett Stone Coldból, így lett a későbbi Stone Coldból Steve Austin. És ugye ott is, az is ott történt, hogy szintén egy hasonlóan sikeres mérkőzése volt, mint a szépen légülleg első. Tudnélik, túl alacsonyan tartotta az ellenfele fejét headlocknál, az meg szegény hiába próbált kommunikálni vele, ellenben majdnem megfulladt. Mellé még süket is Austin az egyik fülére, ugye? Igen. Ami még jobb.
szegénynek, és így amikor visszament a színfalak mögé, Dutch Mantel egyrészt megmutatta azt, hogy hogyan is kéne ezt csinálni, másrészt közölte vele, hogy most fogsz egy széket, ideülsz a függönyhöz, és mostantól kezdve megnézed mindegyik meccset, mindegyik kárdon. És Austin elmondta, hogy ez annyira rögzült benne, hogy talán a karrierje utolsó pár évét leszámítva, még a WWE és Stone Cold korszakában is mindig megnézett minden meccset, minden kárdon, ami ott volt. Ez tényleg hihetetlen abszolút egyébként. Egyszerűen fantasztikus alázatot bizonyított Austin, mert azért aki tényleg más sportból jön, az nem mindig szokott így sikerülni. És azért ez nagyon nagy szó. És tényleg haladt előre. És, és azt is bizonyít egyébként, hogy Dutch Mantel nagyon jó tanár van. Zeb Colter ugye. És ugye megtanította ugye az alapvető dolgokra, például tényleg ugye a headlockot hogy tartjuk fönn, hogy tudjad hallani, hogy mit mondanak neked, ami nem egy hátrány, egy olyan irában, amikor még nem előre tervezett meccsek nagy része van, hanem on the fly hívott mérkőzések hada. Amit ugye Austinnak nagyon hamar meg kellett tanulnia, mert a hallás sérülése miatt, amivel aztán ezzel született. Igen, hát vagy nem avval született, de úgy írja a könyv, vagy nagyon korán alakult ki, vagy nem tudja. Igen, tehát gyakorlatilag a fél fülére gyakorlatilag süket, vagy ha nem is teljesen igaz, hogyha bármilyen nagy háttérzaj van, akkor igen, funkcionálisan az. És ugye ilyenkor nem hallja azt, amit az ellenfele hívni próbál neki, következtetésképpen neki kellett megtanulnia. Ezt korábban már meséltük ezt a sztorit a tékeres adásban, hogy pont a fiatal Undertaker-rel, aki The Punisher volt akkoriban. Remek pusztító. A büntető. Büntető, igen, még jó. Összekerült vele, és ezt próbálta hívni neki a meccset, aztán Austin nem fogott bele semmit, csak what, akkor anyád. És akkor megtörtént, hogy egy kicsit meg lett verve. Na, és akkor úgy, bocsánat. Mondja csak tovább akkor. Csak úgy tanulta meg ezt a bizniszt végül is ezekben a korszakban, mint ahogy mindenki más, beült a veteránok arra kocsiba, mint Dutch Mantel, mint a legendás régi menedzser és birkozó Skandor Akbar, és magába szívott minden bölcsességet, amit elmondtak. És Bronco Lubik, a magyar legenda, akiről már olvashatatok a cikkemben, ő volt a másik tanító mestere, szóval Austinnak is van magyar vonatkozás ilyen szinten. Kinek nincs. Kinek nincs, így van. Na! És akkor előbb-utóbb ugye járta a territóriumokat szépen sorba, és akkor fölfigyeltek rá egy bizonyos szervezetnél. Ami a WCW volt, és ez nem is tartott neki túl sokáig. Nem, mert ő sem töltött olyan sokat. Először is ugye megalakították a zseniális, melyik volt előbb a Dangerous-ös környezet? Na most először ez úgy nézett ki a debütálása, hogy Austin kiment a ringbe, és erre hallja a ringspeakert megszólalni, hogy a Florida állambeli Hollywoodból Stunning Steve Austin! És így néz, hogy mi a tököm van. Én texasi vagyok, és azt tudom, mi az a Stunning. És eközben a texasi csillagos akármilyen cipői voltak. Hát azt hiszem, már akkor is így működött, amiről már sokat meséltünk nektek, szóval ott eléggé kaotikus állapotok voltak már akkor is. Egyébként emlékeim szerint a Dangerous Alliance volt először. Igen, a Dangerous Alliance volt előre, ahogy a legendás Paul Heyman-nel dolgozott együtt. Korán sem top emberként még. Top emberként nem, hanem abszolút még ugye a háttérben volt gyakorlatilag a grupban belül is, ugye Larry Zbyszkóval, meg ki volt még? Nem emlékszem. Mindegy, lényegtelen. Majd pedig ugye összerakták később megint tag teambe, mert úgy volt ugye, hogy megkapja Harley részlet a menedzserének, és kap egy világbajnoki. Azt hiszem, hogy nem világbajnoki, hanem amerikai bajnoki mérkőzésről lett volna szó, de aztán Dusty Rhodes, a főszervező, szépen odament hozzá, jó öreg Dream. És ahogy szokta, you know baby, azt gondoltuk, hogy mi lenne, ha összeraknánk téged tag teambe Brian Kendrickkel. Na picsába, Dusty, úgy volt, hogy Harley része leszek, tudod, egy világbajnok menedzserrel. De tudod, ez így sokkal jobb lesz, és ez így a szervezetnek is jobb lesz, meg neked is. És ott a vége, hogy bízd meg bennem, baby, bízd ennek a tagnek van alapja. És összerakták a két szőke embert, a Austinnak már a erősen kopaszodó szőke ajával. És a jó Flying Brian Pillment. Kendricket mondtam. Nem tudom, mit mondtál. Brian Kendricket mondtam. Lehet, Brian Pillman volt az. Miért mondtam Kendricket? Aki 92-ben egyébként az akkori íra egyik leglátványosabb meccsét tette le az asztalra. Justin Liger ellen. És ugye, mert az eredeti sztori úgy volt is, hogy nem is Dusty-tól tudta meg ezt, hanem Pillmentől, hogy hey Steve, tudod, hogy mától a tech teamben vagyunk? És kell egy közös gír. Mi van? És akkor elmentél Dusty, és akkor jött ez a beszélgetés, amit így idéztünk nektek. Jaj. Viszont Austin és Pillman a Hollywood Blondes csapatát, tehát a hollywoodi szőkék csapatát alapították meg. Az egyik leghíresebb jelenetük az volt, amikor Ric Flair-t parodizálták ki a Flair for the Old
szegmensben. Ekkor még Pillman volt az, aki beszélt, Austin meg csendben állt főleg. És morcán morcosan nézett, mint a jó... ki a Horsemanben, aki mindig... Anderson. Anderson nézett morcosan. Tényleg fáradt. Igen, fáradt vagyok abszolút. Az a helyzet, hogy Austin a saját bevallása szerint mind a mai napig nagyon haragos az ott történtekre, mert meggyőződése, hogy a politika tartotta vissza ezt a csapatot attól, hogy igazán ki tudjanak bontakozni. Magyarul flerelást őket. Nem fler. Nem flerre mondták, hanem az öregekre, az öreg generációra. Flernek szerintem semmi baj nem volt az egész. Szerintem sem. És akkor ugye a következő fordulat az akkor jött el, amikor 94-ben megérkezett a szervezetbe Hulk Hogan és a Schleppje. A Schleppjét a szó szerint kell érteni. Nagyon jó, igen. És ugye... Bajusz baráti kör. Igen, azt szeretjük így emlegetni. És ugye Austin meg mellé jól meg is sérült. Ő szeretett volna Hogannel birkózni, igen. De Hogan meg nem akart vele birkózni, és Bischoff sem akarta, hogy vele birkózzon, és ez volt az első alapja annak, hogy Austin nagyon megsértődött Hoganre. Igen. Jet Sherrybe megkapta Ricky Steamboatot, az amerikai bajnoki övért. Ami azért tanulásnak nem volt rossz. Nem. Csak aztán megsérült. És ugye hát otthon volt éppen, ugye nagyon... búsan, meg sört ívó, hogy azt már szokta, és akkor ugye Eric Bischoffnak a titkár nője telefonált neki, hogy hát jó lenne, ha fölhívnád a jó Eriket, mert valamit meg akarunk beszélni. Csak Austin fölhívta Eriket, hogy hej, Erik, miért hívott a titkárnőt, mit akarsz? És akkor hát Bischoff közölte vele telefonon keresztül, hogy hát többé a szolgálataidra nem tartunk igényt, és best wishes you a future endeavors. Ugye sok sikert jövőbeni elfoglaltságaidhoz. Hogy ezt a WWE-nél a levelek végén szokták írni, hogy kirúgnak. Szóval ugye Austin ott volt anélkül, hogy a több ezer dollár a szerződése gyakorlatilag a kukában landolt, és el kellett tartani a friss első feleségét, azt mondom, hogy már másodikat, már nem tudom, magyarikat. Az már második volt. Másodikat. Aki mellesleg Gentleman Chris Adams ex-neje volt. Tehát az egykori trénerének az ex-neje. Majd elő fog még kerülni ebben a történetben. A hívás egy bizonyos Paul Heymantől érkezett, és nem a WWE-től. Így van. Aki hajlandó volt behozni Austint azért, hogy promókat mondjon. Heti 500 dollárért. Austin megkérdezte, hogy mi ebbe a csapda. Heyman azt mondta, hogy nincs benne csapda. És akkor jó, megérkezett Philadelphiába, ugye az ECW arénába. A felvétel, és akkor Pauli közölt vele, hogy hát az interjúdat a ringben fogjuk fölvenni. És Austin nézett rá, hogy mi nem erről beszéltünk, Pauli. De azért megcsinálta. És azt akarom, hogy mondd el, ahogyan valóban érzel. Heymantől ez ugye visszatér velem. És Austin szépen kiment, elküldte a büdös izébe Eric Bischoffot, meg az egész WCW-t, mert visszatartották őt, de között, hogy itt nincsenek Eric Bischoffok, itt nincsenek Hulk Hoganek, itt Superstar Steve Austin van, akinek stílszerűen a Jézus Krisztus Superstar volt a bevonuló zenében. Na, és akkor megemlítettem a fölvezetésben még az előző részben, hogy tényleg olyan neveket fogunk Austinról mondani, amiket nem hallottatok. Superstar Steve Austin. Superstar Steve Austin, meg Stunning Steve Austin, és lesz még egyébként, szóval maradjatok készen létben. Szóval Austin elkezdte az igen rövid ECW futását pár promóval, meg még kevesebb meccsel. Nem is tudom, hány meccse volt összesen az ECW-ban, szerintem olyan 8. Nem tudom, inkább a promóiról ismeretes, nem. És arról, hogy ott kezdte megtalálni azt a hangot, ami később a WWE-ben Stone Cold-dá tette őt. Eközben ugyebár Kevin Nash és Jim Ross aktívan cseszegették Vince-et, hogy figyelj már, mit csináltok Steve Austinnal, mit csináltok Steve Austinnal? Miért nem hívjátok föl? Semmit. Ki ez a Steve Austin? Igen. Vince megkérdezte, hogy most mi van, nem értem, miért akartok. A legforróbb szabadügynök a piacon. Amit ugye azóta előszeretettel szoktunk használni másra is. És akkor ugye JR ugye előbb-utóbb keresztül vitte ezt Vince-en, és akkor ugye... Meg Nash, aki ugye jó haverja Austinnak, még a WCW-s idők óta. Akkor ugye leigazolták ugye a WWE-be. És az is egy jó történet kezdete még, volt. Még pedig ugye kitalálták, hogy megkapja a legendás Ted DiBiase-t menedzsereként. Megkapja a Million Dollar Championship bajnoki övet. És minden idők legszarabb wrestlinges nevét, a ringmestert. És Austin mennyire boldog volt, amikor Vince felhívta és elmagyarázta ezt neki telefonon. Úgy akarunk behívni, mint a ringmestert, tudod? Mint a ringmestere. Austin készen, hogy van. Jó. Oké, mennyit fizettek, tudod? És Austin azonnal aláírt. De abszolút nem repült ez az egész dolog, és eredetileg úgy került be a WWE-be is, hogy őre nem szántak komoly szerepet. Egy középkategóriás heelnek szánták, aki jól tudott alapvetően birkózni. Ez volt a WCW-ban is az, ahogy látták őt is, igazából ebből lett részben tele a töke, hogy nem tudott soha följebb menni.
Furester át volt szerintem. Egyén szólva, igen. És folyamatosan ötleteket javasolt, hogy hogy kéne kinézni a ruhájának, meg mindenének, de ez egy jó. Mellényt akarok! Én egy mellényt akarok! Á, semmi szükséged mellényre. Semmi szükséged mellényt, akkor is mellényt akarok. És megkapta a mellényt végül. Igen, de később. De később, igen. Szóval Ringmaster Steve Austin bénázott egy kicsit, aztán egyik nap nézett egy dokumentumfilmet egy sorozatgyilkosról. Ami megtetszett neki. Már minden a sorozatgyilkos? Nem, de azt mondta, hogy valamilyen szinten azonosulni tudott azzal a hidegvérű szemlélettel, hogy ő ezt akarta bevinni a karakterébe. És ezt így közölte a kreatív csapattal, akik erre elkezdtek olyan neveket faxolni neki, hogy Ivan the Terrible, Fang McFrost, és Ice Dagger, ami jégtőrt jelent. Jégtőrt. És Austin ezt nézte, miért kapok én ilyen nem reális szart? És a felesége, aki angol volt, mivel az angolok állandóan teát isznak, arra is, hogyha frusztráltak, meg arra is, hogyha boldogok, ez most nagyon szép sztereotípia volt, igen. De csinált neki egy csésze teát, letette az asztalára, és a legenda szerint azt mondta neki, hogy ne aggódj miatta, csak itt meg a kávédat, mielőtt kőhideg nem lesz. És Austin neki fölpattant a szeme. Először az asszonynak pattant fel a szeme. Igen. Ez a neved! Akkor mi? Ugye hát? Ugye megint? Ugye? És akkor elmondta az asszony még egyszer, és Stone Cold Steve Austin megszületett. De még nem a teljes inkarnációjában, mert az kellett ugye a Curtain Call és Triple H büntetése. Igen, tehát a korai időszakában emlékszem, hogy nagyon mondták rá, hogy Stone Cold Steve Austin, Vince ezt így körülbelül 40-szer elmondta a WrestleMania 12 közvetítésében, de nem derült ez ki, hogy mitől olyan Stone Cold az az ember. És akkor ugye jön a King of the Ring, és ugye Triple H helyett megnyeretik vele az egész tornamentet. Majd ugye jön a jön Michael Hayes, akit akkor Doc Hendricksnek hívtak a szervezetben. Legendás beszéd. És ugye a 316 azt mondja, hogy szétugtam a seggeret. Ez ugye, hogyha valaki nem tudná, onnan jön, hogy Jake Robertsnak ekkor egy ilyen prédikálós korszaka volt, Bibliából idézett, és ugye a János evangéliumának a 3.16-os része, ez egy nagyon fontos rész a Bibliában állítólag. És erre jött Austinnek a reakciója, hogy az Austin 3.16 az azt jelenti, hogy épp szétrúgtam a seggedet. Vigyétek ki azt a szaladramat a ringben, amit már az előző podcastben azt idéztük. És itt jött az is, hogy that's the bottom line, because Stone Cold said so. És ez az utolsó szó, mert Stone Cold azt mondta. És másnap a Rón felbukkant több 103.16-os tábla. Igen, és akkor Vince előtt megjelentek még először egy kicsibe a dollárjelek, még csak nagyon picibe. És ugye Austint elkezdett rámenni erre az ilyen típusú karakterre, tényleg egyre jobban, és egyre jobban népszerű lett szóismétléssel a közönség. És akkor jött az a Bret Hart-os viszály, a 96-os Survivor Series-en volt az első meccsük, majd a másik a WrestleMania a 13-on, amiről a múlt héten már említést tettünk. Az volt az a pont, ahol Austin karaktere a változó közegben már annyira megemelkedett a népszerűsége, hogy egyszerűen közönségkedvenc lett, amit nem nagyon akart tudomásul venni, és erre jött korábbi WCW-s tag team partnere Brian Pillman, aki ezt úgy adta tudtára, hogy Steve is a babyface, Steve is a babyface. Austin meg elküldte az anyjába. Bush volt. Nem kicsit. És tényleg ez történt, hogy a lázadókorszak vezére lett, de ez kellett egy ellenfél is a hősnek, az pedig ugye megszületett 97-ben. Azért itt valamit ne hagyunk ki, ami nagyon fontos. Jó. 97 SummerSlam, interkontinentális bajnoki címérkőzés Owen Hart ellen. Jó, persze. Tombstone Piledriver, amit Owen Hart máig érthetetlen okból fordítva ad be. És Austin feje körülbelül 5 centivel a combjai alatt van, és úgy ahogy van, teljes súlyát, azt így beleplántálja fejjel lefelé a ringszőnyekbe. És ugye Austin nagyon szerette egyébként Owen, aztán ő volt az egyetlen a hard bagás valakivel egyébként jól kijött. Nem. Ő pont, hogy Brett-tel jött ki nagyon jól. Brett. És Owennel nem jött ki. Na most várjál. Hát Austin avatta be Brettet a Hall of Fame-be 2006-ban. Austin nagyon jó volt Brett-tel. Igen. Valamit nem. Owennel volt, mert tényleg. Az eset után nem beszéltek soha igazából egymással köszönésen kívül. Ja tényleg, tényleg. Azt nehezményezte, hogy Owen soha nem ment oda hozzá bocsánatot kérni. Igen, és akkor ilyen... Meg egyszer se hívta, még lábadozott. Tényleg, ma valami nagyon nem működik velem a fejemben, de mindegy.
Szóval ugye tényleg ez történt, ugye gyakorlatilag mondta, hogy azonnal érzett egy pendülést a nyakába, ami ugye sosem jelent jót. És ugye... És nem tudta megmozdítani kezét, lábát. És akkor szólt, ugye azt hiszem Hebner volt a bíró talán. Igen, basszem. És akkor Hebnernek szólt, hogy akkor húzz az időt, mert valami baj van. Igen. És akkor Owen addig húzta az időt. És a történelem legrosszabb rollapjával megnyerte azt a mérkőzést akkor utána, mert nem tudta használni a kezét meg a lábát. Másnap meg elment a róra. Igen. És ugye nem birkózhatott, mert az orvosok nem engedték neki, és ebből lett a híres első stunner Vince-nek. Amikor ezt így közölte vele 97. szeptemberében a Madison Square Gardenben, még kommentátori egyenruhában, de abban a legendás piros-fekete rós kabátban, ami zseniálisan királyul nézett ki. És Austin akkor közölte vele, hogy hát én nagyra értékelem azt, hogy téged meg a WWE-t az ennyire érdekli, de azt is nagyra értékelem, hogy te és a WWE kinyalhatjátok a seggemet. Így van. Kettős középső új. Kick to the gut, ami általában tényleg a gutra ment. Ugye a rövid nadrág miatt, amit már meséltünk nektek. És ugye az első sztanára döglött hallal. Utána, ami aztán a csillagos égbe repítette Austint úgy, hogy kb. Fél évig még utána nem birkózhatott. A 98-as Rumble környékén jött vissza, amit meg is nyert. És ugye aztán Shawn Michaels-t, a meglehetősen rossz bőrben lévő Shawn Michaels győzte le a Phil Kripliknek a WrestleMania főmeccsén, ami ehhez képest meglepően jóra sikerült, és ezzel elkezdődött az Austin éra, ahogy JR legendás kommentárja mondta, és javában folyt az a több éves feud, ami meghatározta az egész attitűdöt, Vince McMahon, a gonosz milliárdos, és Steve Austin az utca embere között, amivel egy egész nemzet azonosulni tudott. Így van, és gyakorlatilag ez a hármas feud, amit láthattunk, ugye, hogy Austin versus Vince, és Austin versus Rock, ami szerintem meghatározta az egész bizniszt, és kilőtte tényleg a csillagos égbe a WWE-t, és agyonverték a WCW-t ott, ahol lehetett mindenhol, hát mindenben. Röviddel Austin bajnoksága után jött a fordulópont, amikor körülbelül egy hónappal a WrestleMania után belengedték azt, hogy ő Vince-el fog birkózni a Raw-n. És azon az estén a Raw majdnem két év után először megverte a Nitro-t nézettségben. És mindenféle gimmick meccset összerakták, ugye Vince-el, amit csak lehetett. A Rumble-ben is összekerültek. Mindenhol. 99-ben már, 98-at főleg Undertaker-rel és Kane-nel viszálykodva töltötte. Akkor volt ugye Taker-nek a sztori, amikor hol vagyok? Gardenben, fiam. Ja, jól van, szegény Austin. Szóval tényleg ugye Austin ebben megasztár lett, és mondták, még előtte mondták neki, hogy kéne valami pólót csinálni neked, mert még nincs pólót, csináljunk valamit, amit el tudsz adni. Austin így felnézett, a legegyszerűbb betűtípusos mink van, basszátok rá fejére, hogy Austin Free 16, átugjanak egy koponyát. És minden idők legtöbbet megvásárolt pólója lett a WWE-ben. Így van. Az Austin, a klasszikus fekete-fehér Austin 360-es póló azóta 67 millió 300 ezer wrestlinges pólónak lett a mintája. Egyik sem lett olyan sikeres, mint az. Egy fantasztikus időszak volt a bizniszben, tehát a nézettség az egekbe szökött, sokat meséltünk már róla, és Austin voltak éppen úgy vitte a fákját, és úgy birkózott főmérkőzéseket folyamatosan, úgy promózott, próbáltak egyébként ugye védeni rengeteget, hogy promózzon, ráérünk, nem utogass nekem! Úgy promózott folyamatosan, hogy végig rossz volt a nyaka. Igen. És aztán eljutottak végül is odáig a pontig, hogy nem lehetett ezt folytatni, 99 végén voltak, és be kellett vállalni a műtétet, amit ugye a híres idegsebész doktor Lloyd Youngblood hajtott végre mindenki rajta. Mindenki mást műtött. Mert az ő orvosa volt eredetileg ugye a Youngblood, a haverja ajánlotta neki, és így került be a wrestlingnek a körforgásába, azon mindenkit ő műtött, akinek nyak problémája van. Ez az a faszopó, aki fel fogja vágni a nyakamat. Ugye ezt így kommentálta Austin az akkori barátnének vagy feleségének. Igen. Austin a valójában is Steve Austin, csak egy kicsit kisebb fokozaton, hogy ezt ő maga is elmondta. És akkor ugye megtörtént ez, és ugye akkor két csigolyáját összefűzték egy fém lappal. Ha már hármat kellett volna, akkor ugye többet nem birkózhatott volna. Így van. Így viszont közel egy év kiadás után, 2000 második felében visszatért. Megtörtént az, amiről múlt héten meséltünk. Igen, a heel turn Vince oldalán. És a 2001-es év attól függetlenül, hogy mennyire sérült volt neki birkózás szempontjából, az egyik legjobb éve. A Rockkal a WrestleMania-n, Chris Benoit-val a SmackDown-on. Akkor amilyen mérkőzéseket
vívott gyakorlatilag bárkivel, akivel szembe került az inváziós sztoriban, amikor átállt a WWE-ből a WCW és az Alliance oldalára végül. Úgyhogy volt kb. Két hónapot az ECW-ba, ugye? Csak ugye hát kellett tényleg az antihős oda, ahova kell. Meg kellett oda a sztár erő. Igen, ám csak, hogy ez így zajlott, pláne 2002-ben átlépve, Austin kezdte nem élvezni a helyzetét az egész bizniszben, meg a WWE-ben. Nem tetszett neki a kreatív csapatnak a munkája, és ezt el is mondta a WWE-nek az akkor kis webműsorában, a Byte This-ben, nem is két alkalommal. Az még kevésbé tetszett neki, hogy összerakták a WrestleMania-n Scott Hall-al a közép kategóriában. Egy semmilyen történetű meccsben, ugye? Egy totálisan semmilyen mérkőzés, és akkor közölte, hogy az írás egy rakat szar. És akkor jött az utolsó csepp a pohárba, mégpedig az, hogy veszítsen Brock Lesnar ellen egy szimpla tournament meccsben, a második körben, azt hiszem, az első körben, már nem emlékszem. Talán már az első körben a King of the Ringen, és Austinnak ez nem tetszett, hozzáteszem jogosan, mert valóban az volna logikus, hogy a legnagyobb sztárt küldjük utoljára a feltörekvő fiatal ellen. Nem minden reklám nélkül berakni ezt a meccset egy róra, és egy minden jelentőség nélküli finisht berakni neki. És erre föl ugye... Fogta, összecsomagolta a golyóit, és hazament. Ahogy a WWE ezt évekig nevezte. Austin maga egyébként azt állítja, hogy nagyrészt az egészsége volt az ok, amiért valójában távozott, meg azért neki mindig voltak problémái. Kis, testével, térdei. Testével, lelkével, mindenével. Térdei teljesen tropák, a hát a tropa, a nyaka tropa, mindene tropa annak az embernek. Legalábbis akkor az volt, most álltak jól van. Igen, most álltak jól van. De nem is birkózott már 13 éve, úgyhogy hirtó már lehet is. És ugye Vince-el beszéltek, és Austin közölte, hogy szervusz, én megyek. Igen. És végül JR hozott össze egy találkozót Vince és Austin között, jó pár hónappal később, ahol végül is elásták a csatabárdot, és Austin vállalta azt, hogy visszatér a WWE-be, de nem mint aktív birkózó. És az utolsó mérkőzését végül is a WrestleMania 19-en vívta, olyan nem hivatalos búcsúmeccset Rock ellen, ahol a harmadik közös WrestleMania meccsükön, ugye az egyik párosítás a kettőből, ami két WrestleMania, három WrestleMania-n is adásba került, amit úgy birkózott ugye le, mint szintén hallottátok, hogy súlyos pánikrohama volt az azt megelőző estén, és utána elbúcsúzott, mint aktív birkózó a WWE közönségétől. És ugye senki más nem tudta ezt, csak ő és JR, hogy ez lesz az utolsó. És a közönség is megérezte, és úgy búcsúztatták el Austint, hogy tudták, hogy ez lesz az utolsó. És Austin talán az egyetlen birkózó, aki tényleg visszavonult, és még nem jött vissza a bizonyosulásból, Michaels a másik ilyen pillanatban még, de nem tudjuk, hogy mi fog történni. Én elég biztos vagyok, hogy Michael se fog visszajönni. De Austin viszont azért is nagyon old school módon vonult vissza, mert az övét nem kísérte semmilyen fanfár, meg csinadrat, amit a többiek... Elvesztett az utolsó mérkőzés. Ahogy a szokás, kifelmenet, egyet odaszalutált a közönségnek, szerbusztok. Tékerül ezt fogja csinálni. Utána még egy ideig volt az adásokban, változtassák kedvéért úgy, mint Sheriff Steve Austin. Még egy remek név, ugye? Volt kis csillagocskája is. Ugye? És egy ilyen kis négy kerekű, amivel gurulgatott a ring közül, meg kergette a neki nem szimpatikus pankrátorokat, meg Bischoffot rugdosta, akkor már előszeretettel tökön, aki egy picit be volt tolva attól, hogy, hogy Austin kicsit meg fogja verni. De aztán végül nem történt meg, közölte ugye Austin, hogy legjobb dolog történt, ami történt. Ebben megegyezhetünk. Aztán ő is távozott 2004-ben. Gyakorlatilag a teljes idejű VVS pályafutását, mint karakter befejezte. Elindult ő is filmezni, ami több-kevesebb sikerrel, kevesebb nem sikerült annyira betörni, mint The Rock-nak. De el van szerintem egyébként azzal, amit ő csinál, ugye még ilyen valóságsúlya is volt, amit a Magyarországon is adtak Survivor címen. Azóta. Remek kreatív folytása. És előszeretettel visszajött vendégbírónak, nem kevés meccsre. Igen, meg mindenféle egyéb szerepre, ugye Special Enforcer, meg minden ilyen bizbaszra. És ugye akkor 2009-ben ugye beadták a Hall of Fame-be. WrestleMania 25-ön, hol máshol. Persze. És ott hangzott el Vince-től az a mondat, hogy ő hozta a legtöbb pénzt ennek a terméknek minden pankrátor közül, amit egyébként Austin hát maga is állított, igen. De most Vince, a főnök mondta. Vince elismerte, és ugye tényleg... Austin megjelenéseinél mindig megkapja azt a gigapopot, és minden egyes évben följön az, hogy Austin jön még egy Mánia meccsre, és nem jön, és nem is fog jönni
szerintem az egyetlen igazi, reális esély arra, hogy Austin még egy meccset birkózzon, az idén lenne a otthon, a texasi mánián, a minden idők legnagyobb mániáján. De azt mondta, hogy nem. Nem. Pedig egyébként ugye rebesgették Hogannel szemben, nagyon sokat rebesgették CM Punkkal szemben, most legutoljára ugye Brock Lesnarral szemben, aminek azért szintén lett volna némi előzmény története, de aztán a podcastjükben nem történt semmi, és épp itt jutottunk el oda, hogy talán az egyik legszórakoztató wrestling podcast birtokosa, a szorítón kívül természetesen, a Stone Cold nice. Podcast, amit a WWE Networkon is rendszeresen láthattok külön kiadások formájában, aminek minden egyes epizódját hatalmas érdeklődéssel követtem nyomon. Zseniálisan jó volt, kivéve a Flair-es, mert nem értettem. De azt Flair miatt nem értettem. Igen, azért egy dolgot még szeretnék elmondani, mert lassan tényleg a szegmensünk végére érünk, az egyik kedvenc sztorimat Austinnal kapcsolatban, amikor frissen megérkezett a WWE-be, és Dubajban birkózott valakivel. Azt egy remek. És utána összegörnyedve állt a ring mellett, próbálta összeszedni magát lélekben, meg levegőt kapni újra, és amikor az Gerald Briscoe, a jó öreg veterán pankrátor és agent, meglátta. 50 nem tudom hány évesen. Most már 60 is, 60 volt szerintem. Meglátta, nem tudott ellenállni a kísértésnek, kirohant, megfogott a benyújt így a hóna alá, és egy chicken wing suplexet adott Austinnak, úgyhogy semmit nem tudott tenni ellene. Úgyhogy Austin mondja, hogy egyetlen olyan ember, aki valamelyik tudott úgy suplexelni, hogy esélyem nem volt arra, hogy védekezzek. És ez a 50 éves Gerald Briscoe, amiről sok mindent elmond, ugye, hogy mennyire volt erős az öreg még akkor is. Fantasztikus figura volt. Ahogy Stone Cold Steve Austin is egyébként bizniszünk talán legnagyobb alakja. Hogan szoktam mondani az összehasonlító listákon az első ilyen, azért, mert ő több időt töltött aktív előadóként a szakmában. Hát ha nem törik el szerintem Austin nyaka 97-ben végén, akkor szerintem mai napig birkózna. Igen, ez meglehetősen valószínű, és ugye Hogan kétszer is föltette a térképre a wrestlinget, nem is csak egyszer. Viszont Austin jobb volt szerintem alapvetően, igen, hogyha képességeit nézzük, mint Hogan, és most erre nagyon szélesen mosolyogna, hogyha hallaná valahol. Biztos. Texas irencsen. Így van, ahol sört főz jelen pillanatban egyébként, mert most már Steve Austin sör is van a podcast mellé. Valamiből kell még egy kis pénz. Meg sörből sos elég. Oh, you didn't know? Your ass better call somebody! S már is érkezik újabb visszatérő szegmensünk, az Oh, You Didn't Know, és ezúttal azt fogjuk elmesélni nektek, hogyha netán azt hinnétek, hogy a halottak megijednek az óriásoktól, akkor nagyon tévedtek. Így van, egészen friss ropogós forrásból érkezik nekünk ez a kis történet, mégpedig az e-heti Stone Cold Steve Austin podcastből. Valójában múlt heti. Múlt heti, igen. Na. Sőt, igazából már két héttel ezelőtti, hogyha jól emlékszem. Nagyon repül az idő. Jól maradok maradva. Na, mindegy, szóval mégpedig arról is, hogy hogy vette Big Show-t a szárnya alá Undertaker. Most ugye Big Show az az ember, akiről mindig azt mondják, hogy minden adottsága megvolt a bizniszhez, csak fejben nem mindig volt ott, ahol lennie kellett. Igen, ezt már a Dubsidabba is elmondták róla, utána meg később a WWE is hangsúlyozta, próbálták őt mindig berakni a main event futásba többször is, az egész karrierje során és sosem sikerült meglépni az igazi nagy áttörést, pedig mint ahogy láthattátok The Giant Dubsidabos meccset, régen még kövér sem volt a Show. Szóval még határozottan... Legelső meccsén világbajnok lett egyébként, jó, hát ami elég durva. Igen. Az is Hogannek egy olyan ötlete volt, hogy a Show napján találta ki. Ilyen Dubsidab. Meg Hogan. Na, de térjünk akkor a tárgyra. Szóval Big Show 1999. februárjában debütált a WWE-ben, a St. Valentine's Day Massacre-on, ahol egyébként Austint úgy bevágta az izébe a ketrezbe, hogy esélye sem volt annak védekezni. És utána így elmesélték szépen egymásnak, hogy Austin azt mondta, hogy jó, kitaláltam, hogy majd stellingelem neked az izét, a ketrecet, mint ahogy Rock szokta a Stunnert, de úgy nekivágtál, hogy nem tudtam semmit se csinálni. És a Show azt mondja, hát Vince azt mondta, hogy vágjalak neki, mert másképp nem fog stellingelni. Nagyon jó. Ez a tipikus sztori, amikor a két birkózó nem beszél egymással, csak egy közvetítőn keresztül. Na, de hát látták azért azt, hogy Big Show-nak vannak bizonyos hiányosságai, főleg fejben, meg sok előadói technikát nem tanítottak meg neki, ami a WCW-ban szintén nem volt annyira meglepetés, menjék ki a szót meg. És Undertaker volt az akkor már több mint 10 éves veterán fenomén, aki azt mondta, hogy ezzel az emberrel már pedig kezdeni kell valamit, egyrészt mert uzi nagy, másrészt meg valójában ezt tudna birkózni, hogyha igazából megmutatná neki valaki, hogy hogyan kell. És így bevágtak egy képet,
ahogy Taker és Big Show közös csapata, az Unholy Alliance jön be a ringbe, és Taker felül emelt mutató ujjal mond valamit éppen Shawnak, és amikor Shawn meglátta ezt a képet, ez volt az első reakciója. Azt hiszem itt éppen megint szid engem valami miatt, amit csináltam, vagy amit azután terveztem csinálni. Ugye elmondta azt, hogy Undertaker az összes meccsét megnézte a gorilla pozícióból, és ott várta a meccs után, hogy jól lebassza minden hülyeségért, amit csinált, miért erre néztél, miért nem arra néztél, miért nem húztad ki magad, miért nem mentél jobban neki. Miért nem volt kontakt a kontakt. Igen, és a Big Show azt mondta a végén, hogy már annyira, már jobb szó ilyen fosott Takertől, hogy megpróbált oldalt a Titantron mellett hátra osonni, hogy megpróbálja őt elkerülni, elsunyogni mellette. De Takert soha nem tudta átverni, és ugye Takernek az egyik ujja tiszta görbe volt, mert volt valami inszakadása, és azt mondta Big Show, hogy egy Taker olyan szerint meglátta, hogy elkezdte azt az egy ujját azzal integetni neki, na most akkor ide jössz komám. És Big Show azt mondta, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, és a mai napig nem a hálás azért Takernek, hogy gyakorlatilag megtanította őt a WWE-ben szerepelni. És egy valamit elárulok, amit szintén a podcastban hangzott el, és elvileg titok lenne. Kiderült, hogy Big Show-t tudod ki edzette? Triple H. Wow! A Power Plant-ben. Wow! Tessék! És azt mondta állítólag Triple H Show-nak, hogy ezt soha nem mondd el senkinek, mert tönkre teszi a gimmickemet. Nagyon jó! Szóval ma nem is egy történetet, hanem kettőt kaptatok egyáráért. És tényleg, ugye hát a Big Show az, aki szerint a legjobban bánja, hogy Takeres soha nem lehetett valóban meccs a Mánián. Most már nem is lesz valószínűleg, mert az katasztrófa lenne, és ez Show is tudja, és ő nem csinálná ezt. Már volt nekik elég. És ugye tényleg erre a hídre ez volt a kis történetünk. Ez most nem volt annyira vulgáris, mint a múltkori. Lesz olyan is. Lesz most viszont egy vulgárisan jó mérkőzés következik. Welcome to the Doghouse! Can you believe, ladies and gentlemen, what we are witnessing here together tonight? The world is watching a classic! És akkor a személyes kedvencem talán az a meccs, amit a legtöbbet láttam a történelemben, és szerintem meg fogom nézni a hétvégén még egyszer emiatt, a szegmens miatt, és úgy fogunk erről beszélgetni, hogy már egy pár ideje nem láttuk, de azért szerintem fejből fel tudnánk nézni a komplet meccset is, én legalábbis annyiszor láttam. Ez pedig 2011, Money in the Bank, Cena versus CM Punk, WWE Championship, a main event. Hát ez egy nagyon komoly párosítás volt, ami előzetesen már sejthető volt, hogy valamikor bekerül a nyáron a programba, de itt töltelék meccsnek gondoltuk, Punk éppen az akkori Nexus inkarnációval bohóckodott. Ortonnal. Meg Ortonnal a WrestleMania-n, Cena szegényke pedig Artrus-szal. Azt azért hozzá kell tenni, hogy 2011 egy meglehetősen gyenge éve volt a WWE-nek, úgyhogy már a 2010-es év második fele is a Nexus sztori kihűlése után eléggé ebbe az irányba ment el. És senki nem várt már igazából ettől semmit. De aztán 3 héttel az adás előtt történt valami, ami gyakorlatilag megalapozta a reality érát, és ez pedig... Best worked shoot ever. Igen, tehát a legjobb megrendezett sztoritörés, ami a biznisz történetében megvolt, azt az internetes oldalak már lehozták, hogy CM Punknak a szerződése a WWE-vel a nyáron lejár, és hogy állítólag nem túl boldog. És de... távozni akar, el akar menni Japánba, meg vissza akar menni ROH-ezni. És ekkor ugye Punk fogta magát egy remek Capital Punishment-es gála után, hétfőn a Raw-n, vett magához egy merchandise-ból egy Stone Cold Steve Austin-es pólót, véletlenül sem Nexus-osat, és kiült a stage-re. És miközben John Cena egy asztalba feküdt, ahol Artrus küldte őt. Punk hatodó segítségével, ugye. És akkor Punk elmondta azt a beszédet, amire akkoriban mindenki várt. Hogy mekkora egy szar a WWE, és miért szar, mert Vince McMahon egy kretén, és milyen jó lenne, ha meghalna már az öreg. De akkor se lesz jobb, mert akkor meg az idióta lánya is, amíg nála is kreténebb, veje fogja átvenni a cég irányítását, és különben is bólogató Jánosokkal veszik körbe magukat, stb. Mint Laura Knightis, ugye, és egyéb emberek, és akkor elkezdett beszélni más szervezetekről,
megemlítette Brock Lesnart, aki ugye akkor már évek óta nem volt a WWE-ben, és nem is volt kimondottan felhőtlen a kapcsolat, felhozta Paul Heyman-t, hogy ő egy Paul Heyman guy. Aki és hogy szintén nem volt Heyman megemlítve semmiben évek óta. És csak azért van a WWE-ben, mert Heyman látott benne valamit, nem azért, mert Vince-ék. Megemlítette Kurt Cobain-t és Luke Gallows-t, akit ugye kivágtak, ugye, mert ez később volt csak már. Jó, igen. De Colt Cabana-nak is ott kiintegetett. Szervusz. Hát az a nyitó promó volt, és ezt egyszer csak elvágták a mikrofonját. Igen. A szegmens végén körülbelül 10 perc után, és fel az internet felrobbant. De nem csak az internet, hanem a média is. Az minden. ESPN-től kezdve gyakorlatilag minden komolyabb sporttal és szórakoztatóiparral foglalkozó média állomásnak ez volt a fő címe. Így van, mindenevel foglalkozott, erre egy kis magyar adalék is, a Magyar Wrestlinges Fórumnak a legnagyobb nézettségét és legnagyobb aktivitását a másnap KED produkálta 130 valány aktív taggal, akkoriban nem is nagyon voltunk sokkal többen szerint az országban, akik wrestlinget néztek. Na most ugye itt rögtön beindultak a találgatások, hogy mi volt ez? Megrendezett work? Vagy valódi shoot, ugye ez később Triple H kirögte, azt hiszitek azt, hogy ha tényleges shoot lett volna, akkor oda hagyjuk, hogy beszél 10 percen keresztül, túrót. De akkoriban ugye pontosan azért, mert annyira szokatlan volt, amit láttunk. Mindenki fölkapta rá a fejét, és Punk kimondta azt, amit alapvetően nagyon sok wrestling rajongó maga is gondolt. Így van, egyszerűen olyat tett, amit tényleg nem volt szokás, nem is tudom, történt-e olyan, hogy WWE is hivatalos csatornán keresztül szitta-e volna valaki a szervezetet ennyire nyíltan? Hát Austin, csak Austin, nem ekkora platformon. Igen, ugye? Igen, akkor még interneten gyerekcipőben járó kis Buy This műsorban. Így van. Fantasztikus szegmenseket hozott a következő időszak. Ugye Punkot elvileg elmeszelték. Eltiltották! És a következő héten egy nagyon alulértékelt és keveset emlegetett, de zseniális John Cena promót láthattunk, igen, aki erre reagált, és Vince-nél kikövetelte, hogy igenis szembe akar nézni Punkkal a Money in the Bank-en. Pontosan ezért akarom, ezért, mert volt elég töke ahhoz, hogy kimondja, amit kimondott, és senki más nem tette volna meg. És akkor a Vince ugye kontrázott, oké, megkapod a meccsedet, de ha kikapsz, akkor ki leszel rúgva. Következő héten visszajött Punk. Na, az egy zseniális. A leggeniálisabb szegmens, amit valaha életemben láttam a megafonnal. Kettő is volt, ugye, mert az adás elején a megafonos szegmens, amikor visszajött, Bostonban ráadásul, ami gyakorlatilag színe a terep, leült a ring közepére valami iszonyatos ováció körül, és egyszer csak így halkan megszólalt. Do I have your attention now? Most már figyeltek rám? És ugye fölrobbant az aréna, a legikonikusabb mondata lett annak a feudnak, és nem ezt szokták kiemelni, hanem azt, ami utána történt. De igazából a mai napig libabőrözök, hát, hogyha azt jelentet megnézem. Az a 3 hét talán a leggeniálisabb volt, amit láttunk. És tudod mi a vicc az egészben? Az, hogy ugye 2011 tavaszán kezdtem én HCV-zni. És engem annyira kielégített az wrestling szempontból, hogy azt gyakorlatilag havonta csinálhattam akkor, hogy egyáltalán nem érdekelt az amerikai punkra, ami egyébként is, ilyen, mint mondtuk, nagyon rossz volt abban az időben. És ha jól emlékszem, az év júliusában, tehát ugye a Money in the Bank után egy-két héttel, eljutottam nyaralni egy olyan helyre, ahol nem volt semmi internet, de mivel azért az adásokat szorgalmasan töltöttem be továbbra is, vittem magammal az egészet. És képzeld el azt, hogy ezeket én elkezdtem gyakorlatilag egymás után nézni. Én meg akartam nézni most az elmúlt pár hét hónapban, de még a WWE Network nem tartott a RAW föltöltése, hogy ezt meg tudjam nézni. Bár nagyon várom, mert ezt mindenképp meg akarom nézni. Mindegyik fönn van YouTube-on. Fönn van YouTube-on, persze, fönn van YouTube-on, meg egyéb helyen, de én full HD-ban akarom megnézni a Network-ön. Pont! Mert snob vagy! Így van. Na, és akkor jött az adás vége, jött a szerződés aláírásos szegmens, ami általában mindig borzasztó szokott lenni. Hát nem itt. Nem. Kijött Vince, kijött Punk. És elkezdték aláírni az új szerződést. Vagy pont, hogy nem kezdték el. És hát először tárgyalni akartak, és Punk mondta, hogy mit akar. Ugye magángépet akar, izét akar, a plakátokon akarom az arcokat lenni, a poharakon akarok lenni, saját jégkrémet akarok, ugye, amivel mém lett később. Minden elje rajta az arcom, filmet is akarok. És nem akár, nem a te repülőgépet kell, az büdös. Nem, kérek egy másikat. És akkor ugye Vince-t kért, bocsánatot kért, tehát Vince-től azért, mert kirúgatta ugye Luke Gallows-t meg a többieket, és, vagy kirúgta, ugye nem kirúgatta. Az egy óriási párbeszéd volt egyébként, amikor Punk
azt mondta, hogy voltak barátaim, nagyon tehetséges barátaim, akiket te kirúgtál innen. És akkor Vince azt mondja, mert megérdemelték. Miért? Azért, mert te nem tudod, hogy kiből lesz valakiből, miért lesz valakiből szupersztár 2011-ben? Igenis, bocsánatot fogsz kérni tőlem, és tetszeni fog neked. Igen. Tehát meg ezt mondom, hogy Vince, ha úgy akarom, tökörúglak, és te rám fogsz mosolyogni, és élvezni fogod, és tiszteletet fogsz mutatni. És alá fogod írni a szerződést. Fú, és akkor ugye megérkezik a nép hőse, Cena megérkezik, és elmondja neki, ugye Punknak, hogy nagyon szép beszéd, barátom, én nagyon kedvelek téged. Közönség is imád téged. Igen. És van elég tököt kimondani, amit akarsz, és, de viszont nem érdekel semmi más, csak ez itt, ami a kezemben van, fölmutatja az övet, és ugye fogod, nem fog érdekelni a közönség, se senki, megnyered, meg fogod nyerni ezt, és le fogsz lépni. És akkor mondj valamit még színe, és akkor Punk kontráza a legikonikusabb mondatnak a feudban ever, a legjobb mondattal, hogy én vagyok ki elveszve, te vesztetted el a valóságérzetetet, nem vagy most már többé. Az Underdog az esélytelen fél, te magad lettél a dinasztia, mint a Boston. Nem, hogy van, hogy nem te vagy most már ugye Bostonban sem a kisebb, mint a Red Sox. Nem azzá váltál, amit utálsz, te lettél a New York Yankees. És ez a mondat annyira zseniális volt Bostonban. Jött rá a reakció, és ugye Cena meg pofán vágja a Punkot, Punk kiviharzik. Összetépi a szerződést. És egy oké, mondjatok búcsot a WWE Championshipnek, mondjatok búcsot CM Punknak. És ebben lett vége a Go Home Raw-nak a None in the Bank előtt, és fölrobban még jobban az internet. Na most ugye, amit Mr. Tito mindig szokott mondani, és én is mindig szoktam mondani, a sense of urgency. Tehát amikor úgy érzed, hogy itt valami nagyon sürgős dolog történik, nagyon sürgető, amit látni kell, amit muszáj látni, amikor benne van az a feszültség az egész atmoszférában, a mérkőzésben, így várta mindenki azt a Money in the Bank-et. Amire Punk otthonában, Chicagóban került ráadásul sor, és... Az az entrance. Gyakorlatilag a mérkőzésen számomra talán még a mérkőzésnél is ikonikusabb a két entrance. Igen. Tehát amikor Punk megjelent a vadi új Best in the World pólójában. Amit ugye akkor tudtuk, hogy az egész work. Ugye nem jön új póló, ha ugye... Valószínűleg, én már igazából, tehát előtte is valószínűleg tűnt az, hogy itt lesz valami, mert akkor a hangsúlyt fektettek erre az egészre az azt megelőző hetekben, hogy muszáj volt valamit viríteni ezzel kapcsolatban. De az utolsó pillanatig ott volt a kételj mindenkiben, és ott tudták tartani a kételyt mindenkiben, és ez egy nagyon jól megcsinált wrestling sztorinak az egyik alapja. És ez a chicagói közönség. Azt mondták, hogy talán ez volt az egyik legnagyobb hazai pálya a wrestling történetében. Tehát ez tényleg olyan, mint amikor két rivális foci csapat vagy bármi az egyiknek az otthonában találkozik, és az összes fanatikus kimegy oda, és mindenki kivétel nélkül hangorkánnal szurkol a hazai hősnek, aki CM Punk volt, libabőr végignézni. A wrestling történelme egyik legnagyobb popja. Az entrance-nál, amikor megszólal a This Fire Burst-nek az első három taktusa is, fölrobban az aréna, hogy mennyire várjuk Punkot, és tényleg a miénk vagy, és bemegy, és standing ovation arra, hogy leül a ring közepén, és várja színát. És közben látod, hogy ül a földön, és fulliba bőr az ember. És úgy gondolom, hogy ha volt pillanat, amikor Punk maga is elhitte, hogy tényleg meg fogja változtatni az egész bizniszt, az ez volt. Hát abban a közegben, ha te ezt nem hitted el, akkor te nem vagy pankrátornak való. Mert érezned kell ugye a karakteredet, és abban a pillanatban minden valóságát annak a történetnek, amit elmondott, azt egy óriási hátszéllel támogatták meg. És akkor megjött Cena, és olyan hangorkán volt, ami még az előzőt is túl emelkedte, csak a fújolásokkal. És ugye emlékszel, hogy Cena hogy jött be? Igen. Semmi más nem csinált, lehajtotta a fejét, magasba tartotta az övet, és a szemét elrejtette a sírtes sapkáját. Tehát gyakorlatilag ő úgy jött ide be, hogy én nekem itt most egyetlen dolgom van, én a WWE katonája vagyok. Így van, a soldier, a company man, a lázadó ellen. Igen. És elkezdték a történetmesélést. Igen, tehát már a befonulás is tényleg ez, hogy
Lehet, hogy én nem a főnökömmel értek egyet, lehet, hogy nem a céggel értek egyet, lehet, hogy a szívemben én Punkkal értek egyet, de lojális ember vagyok, és megteszem, amire kötelez a haza, úgy és tényleg, hogy a wrestling nem csak a meccsből áll. Már nem, hogy az entrance-le elkezdődött a meccs, hanem a promo videó, amit előtte összevágtak, ami szerintem a legjobb promo videó, amit meccs elején raktak. És utána jött a két entrance, és jött utána 47 vagy 50 percnyi hullámvasút. Maga a meccs talán olyan fél órás lehet, tehát az egész így, volt, jó, 47 egész, perc körülbelül, de végig a közönség állandó részvétele mellett, fantasztikus karaktermunkával, hát már a kezdete, pillanat. Amikor Cenának mondják, hogy you can't wrestle, és Punk magára mutat, én nem tudom birkózni, a közönség ilyen ez egy nagyon, ő, yes! Na azért! Kész, hát az annyira zseniális az az egy momentum, amit elmond mindenről, hogy mi az igazi birkózás. Tehát ez a mérkőzés nem volt tökéletes mozdulatról mozdulatra, becsúsztak bocsok. Persze. De ez volt az a pillanat, és ezt már korábban is többször felhoztam a Szorító Podcastben, amikor maga a bocs nem probléma. Az a mérkőzés annyira realisztikus érzéseket sorakoztatott fel mind a két oldalról, hogy egyáltalán az sem volt probléma, hogy nem volt minden tökéletes, nem volt minden proper, mert ez is hozzájárult az egésznek a realizmusához. És hogy az tényleg a smarkoknak szólt, mert jött Vince, John Laurinaitis-szal. De várjál még előtte, az volt a másik nagyon durva mérkőzés, mert ugye általában a kommentátoroknál is le vannak osztva a szerepek, ja, te vagy a face, te vagy a heel, te ennek szurkolsz, te semleges vagy, meg izél. És ugye, mivel a WWE öve forgott kockán is az, hogy ne vigye el a francba magával, Cole is, Booker T is és Lawler is egy emberként szurkoltak Cenának, miközben teljesen párikba voltak, esve valahányszor Punk ment ugye a túsra, ja. És hallották ezt az egész őrjöngést, ami Chicagóban végig kísérte ezt az egészet. Hát amikor Punk a második izéből is kirúgott a második Attitude Adjustmentből, hát nekem a másik nagy momentum, amikor beadja a GTS-t, ugye a Go to Sleep-et, és Cena kiesik a kötelet közül. És a közönség egy emberként, és hogy Punk így utána kap, ahogy megy kifele. Zseniális az egész, tényleg az igazi történetmesélés, és tényleg abszolút kedvenc meccsem, és bármikor meg tudom nézni még egyszer, úgyhogy az egy óra úgy eltelik, hogy észre sem veszed. És akkor megjött Vince és Laurinaitis, akárcsak egy bizonyos napon, nem egész 14 évvel korábban Montreálban. Igen. És ugye itt a smarkoknak szólt az utalás, hogy Punk nem megy sehova. Viszont Cena kiment, leütötte Laurinaitis. Amikor épp ment szólni, hogy csengessenek. És utána oda szólt Cena Vince-nek, hogy így nem. Not that way. És visszamászott a ringbe, Punk szemtől szembe fogadta, elkapta GTS. One, two, three. És ott a legnagyobb pop, amit valaha hallottam wrestling adáson, szerintem. És most is izgatott vagyok, csak beszélek róla, és nem is nézem. De az a pillanat is egyébként, amikor ugye Punk kimászott Cenáért, és akkor jöttek Vince-ék. Visszagördített a ringbe, és egy mászott vissza, és meglátta, hogy jönnek Vince-ék, és egy visszanézett. Az a megvetés, az a tehetetlen harag, amit belevitt az arcvonásaiba. És akkor a meccsnek gyakorlatilag vége volt a történéseknek, nem. Víz üvöltve oda megy Cole-hoz, letépi Cole-ról a fejhallgatót, és üvölt bele, hogy küldjétek Derryt, aki előtte megnyerte ugye a Money in the Bank meccset. Derry-ó kicsit sántán kifutott. Kifutott a bíróval. Punk meg lerúgta a fejét. És akkor Punk roundhouse kick. Még nagyobb pop! És akkor azért Chicago befosott egy pillanatra. Igen, akkor Chicago elhitte, hogy kik a Punk, de utána még nagyobb pop, és utána a legikonikusabb kék, ezt már ötször elmondtam ezt a mondatot, de tényleg az egész sztori olyan, amit csináltak wrestling adáson, hogy Punk az övvel a kezén csókot lehel Vince-nek a kordonon. És a közönségen keresztül távozik. És kifut egy szál bugyiban, és elhagyja a WWE-t. Na most, aki ezt az adást látta, az, érezte. Az, ha nem lett szerelmes a biznisznek, akkor soha nem lesz. És hogyha el tudta volna képzelni azt, hogy Punkból ezek után nem lesz meg a sztár. Hát. És akkor tényleg térjünk rá az aftermathre, hogy mi is történt. Ami a fekete leves egyébként. Igen. Az egészben. Izgalmasan folytatódott egyébként a történet, mert ugye kitört a teljes káosz a WWE-ben Punk látszólagos távozása után. És akkor volt az, hogy bejött Triple H, és közölte, hogy az igazgató tanács úgy gondolja, hogy neked ezt már nem kéne csinálni, apu. Igen. Ami így az egész közönség így atyó isten. És gyakorlatilag ugye Tripsnek az egyik legjobb színészi alakításával, hogy majdnem könnyekkel a szemében, hogy I love you, Paps. Megölelte, és Vince is könnyekkel a szemében. Igen. Óriási volt. Az egész.
hogy Triple H veszi át most innentől az irányítást. Gyakorlatilag a karakter átadás megtörtént, igen. Hogy ugye a McMahon karaktert, ameddig nem volt rá szükség, ugye gyakorlatilag elküldtük pihenni, és megjelent Triple H gonosz főnök karakter, amit azóta is látunk. Aki akkor még nem volt gonosz főnök. Igen. Szóval igen. Akkor a főnök karakterem mondjuk így. Viszont maga a meccs és maga a körítés az egyik legjobb, amit leláttunk. Így van. Viszont ami utána történt, az a wrestling történelem legnagyobb kiagyott zicsere. Mert ugye mi történt? Punk gyakorlatilag két héttel azután, hogy elhagyta a szervezetet, visszajött az új theme songgal, ugye a Cult of Personity-vel, ami szintén egy zseniális szegmens volt egyébként. Csináltak egy gagyit versenysorozatot aznap, amit megnyert Mysterio, Cena rögtön kihívta Mysteriót, aki belement és Cena megverte az új bajnoki címért, ugye a papír bajnoki címért Mysteriót, és erre megszólalt a Cult of Personality, és Punk szépen kisétált, szebasz, itt vagyok, emlékszel rám? I'm back! És miért ez a wrestling történet legnagyobb kijött egyszerre? Mert Punkból megasztárt csinált volna, ha ezt tovább húzzák. Ha hagyják azt, amit mondjuk idén már el tudunk képzelni, hogy a WWE kétoldalú szerződésekkel kiküldte volna Punkot az ROH-be, vagy a japánokhoz. Mert most már benne van a pakliban ez. És akkor mi lett volna? Akkor nem csak a WWE robban föl, hanem az egész wrestling industry. És ne felejtsük el, hogy akkoriban nem működött NXT csak mint az a tehetségkutató bénaság. Nem működött még a Performance Center. A WWE pont az utánpótlás nevelés krízisében volt. Az egész biznisznek egy lökést tudtak volna adni akkor azzal a helyzettel. És Punkból megcsinálták volna a modernkori Austint. Ha mondjuk fél évet, vagy mondjuk 3 hónapot van távol, és utána jön vissza, és utána emeli fel az övet, csak hogy hát aha! Ugye, csak hát ugye be akartuk zsebelni a gyors lóvét egyrészt a SummerSlam-re, ami következett. És akkor utána jött az, ami... És egyébként volt egy ilyen interakció Punk és Triple H között, amíg távol volt abban a rövid időben, egy Comic-Conon. Igen, igen. De aztán ugye a SummerSlam-en létrejött az úgynevezett bajnok, a bajnok elleni mérkőzés, amit Punk megint tisztán megnyert Cena ellen. Tehát úgy nézett ki, hogy akkor itt most, na jó van, nem éltünk ezzel a lehetőséggel, de most Punk tényleg undisputed bajnok, és yeah. Akkor most folytatni fogja azt, amit elkezdett. Erre megjelenik egy random Alberto Del Rio. Előtte Kevin Nash. Ja, előtte Kevin Nash, aki még randomabb, még inkább random. Ugye Triple H-el volt ugye a mérkőzés, meg ilyen Kevin Nash bezavarásával, és utána... Hát nem Triple H-el volt a mérkőzés, volt a bíró. Ja igen, ő volt a bíró, igen. Igen, Punk Cena, Hunter-en a bíró, és utána megjön Nash, legyen aki a Punkot, és jön Del Rio, senkit, az akkor abszolút senkit nem érdeklő Del Rio, abban a környezetben igen. Abszolút senkit nem érdeklő Del Rio, és a... Sikeres táskabeváltás. Igen, és Punktól elvette a bajnok jövet, és Del Rio a bajnok. És Punktól elvette a Momentumot is kb. Igen. 3 hónapra. Amely 3 hónapban Punk először kikapott Triple H-től egy újabb Kevin Nash bezavarás követően, ami nem vezetett sehová, mert Kevin Nash soha nem csinált utána semmit Punkkal, hanem Triple H-el birkózott hónapokkal később. Utána pedig, hogyha ez nem lett volna elég, Triple H-el tagbe rakták Punkot és beküldték őt Miz és Artruth ellen. Miközben Del Rio és Cena bóckodtak a bajnokövért. Az a 3 hónap, ami Punk nyarát a Summer of Punkot követte, ezt a mai napig bármikor felmerem vállalni, az egy szándékos szabotás volt. Nem tudom, hogy mi motiválta, nem tudom, hogy kinek baszta föl Punk ennyire a fejét, és mivel, vagy hogy egyáltalán miért nem tették meg azokat a lépéseket, amiket meg kellett volna, hogy Punk momentumát fenntartsák, de én azt gondolom, hogy ez nem véletlen volt. Egyszerűen ennyire rossz kreatív döntéseket egy ilyen forró és ekkora mainstream média figyelmet magára vonó esemény sorozat után nem lehet véletlenül csinálni. Nem. Ahogy a Brian esetében is megcsinálták azt, hogy Brian benne lett a main eventben a Mánián, Punk nem lett benne sem a main eventben a Mánián, mert ugye nem volt main event, soha, Punk az szerintem ez fel legjobban mai napig a WWE is karrierével kapcsolatban, hogy nem main event lehetett Mánián. És ugye mondhatjuk azt, hogy oké, ő volt a modern éra a legtovább regnáló bajnok, a 474 nap, hogyha jól emlékszem. Igen. De mire ő megnyerte 2011-ben a Survivor Series-en a bajnoki címet a Gardenben Del Riótól, ő már hűlőben volt. És ugye valami egyszer már nem forrósulik, hanem hűl. Nem tudod berakni a mikróba. És nem tudod visszamelegíteni csak úgy. Az egyszer lesz olyan forró, és azt kell meglovagolni. Amíg, tényleg addig kell ütni a vasat, amíg meleg. És Punkot kivették a tűzből egész egyszerűen. És úgy volt utána a bajnok, igaz, hogy nagyon sokáig, gyakorlatilag nem main eventelt PPV-t. És nem is azért, mert meg a sztárok voltak fölötte. John Cena vs. Big Show és John Cena vs. John Laurinaitis voltak fölötte. Igen.
és úgy, hogy Punknak gyakorlatilag ez ami keresztbe tett, és nem csak Punknak, hanem az egész biznisznek keresztbe tett, nem biznisz szempontból, hanem kreatív szempontból. Szóval azóta gyakorlatilag szerintem ezt nem sikerült kiheverni a biznisznek gyakorlatilag 5 év alatt, meg ugye a Bryannek a megsérülését a Mánia után, mert az talán visszahozta volna az egészet, csak ugye ott jött a Bryan megsérülés, és az egész törés, meg az egész végig. És az, hogy Punknak utána kapott egy Taker elleni meccset szerintem, amit ő nem értékelt annyira nagyra, bár eléggé nagyra értékelt, de nem annyira nagyra, és utána sem a Jericho-s feudot, sem pedig a lezáró feudot a Ryback ellen, nem hiszem, hogy nagyon élvezte volna, és ugye utána a történet végét tudjuk, Punk ugye a Rumble után fogta haza, összerakta a golyóját és hazament. Nagyon igazad van egyébként abban, hogy szerintem az a pillanat, egy nagyon rossz évben, pont egy olyan pillanat volt, ahol nagyon sokan fölkapták arra a fejüket, hogy hoppá, itt van remény. És aztán elvették tőlük, ezt kirántották a lábuk alul, úgymond a szőnyeget. És Punkkal, Midcardon bohóckodott, Kevin Nash-ekkel. Az akkor már éppen nem tudom hány éve visszavonult Kevin Nash-el. Aki nem tudom hány év után jött vissza akkor a WWE-ben, mert megunta a TNA-ben a Hogan rezsimet. Igen. Tehát én a mai napig nem tudom tényleg, hogy ezt hogyan gondolták, de tényleg a szavakat nem találom rá, mert a WWE-nek tényleg voltak néha hajlamai arra, hogy egy-egy emberrel szemben haragot tartsanak, de azért általában az üzletet helyezik igen. Mindenek elé. És ebben a szituációban az üzlet volt a legkevésbé fontos, mert ha az üzlet lett volna itt a legfontosabb, akkor Punkot itt a csillagos egekig viszik. És ez nem történt meg. Punk frusztrációja nőtt, és végül távozott. És a többi már történelem. Igen. De maga a mérkőzés az bámulatos, és ajánlom mindenkinek, csak utána azért ne nagyon melankóliázzon azon, hogy mi lett volna, ha ez volt, megtörtént, és már senki nem velheti el a wrestling rajongóktól. Do I have everybody's attention now? És ez volt az eheti szerdai szorító podcast, és szombaton ismét jövünk egy friss epizóddal, amikor nem a történelembe mélyedünk sok érdekességgel, Free Minute Warning-gal, amiben megint 3 érdekes hírt vesézünk ki, emellett lesz még 2 fő témánk, amit egyelőre nem árulok el, majd látjátok a grafikáinkat a Facebookon, ahol továbbra is lájkoljatok minket. Nagyon büszke a grafikáira, mert úgy csinálja őket, mert én nem értek hozzá. Így van, nincs állok. És emellett ugye lájkoljatok minket Facebookon, kövessetek minket SoundCloudon és Instagramon, twitteljetek nekünk, vagy kérdezzetek a doktortól, kérdezzetek tőlünk, ugye AskFM-en, és továbbra is wrestling is fun, bízzatok a doktorban, és sziasztok! És a wrestling néha frusztráció is, de azért sziasztok! 1, 2, 3!